Isten áld meg a magadat. Jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart a küzdelmességgel. Balsors, akit régen tém, hozzád ígesztendőt, megbűnhődte már enyém a múltat s jövendőt. A Tamási Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium diákjai a Magyar Kultúra Napja előtt tisztelegve szavalták el közösen a himnuszt. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a himnusz kéziratát. Ez a 200. évforduló. A Tamási Gimnázium egy felhíváshoz csatlakozott, tudtuk meg az intézmény vezető helyettestől. Mi minden hasonló kezdeményezéshez nagyon szívesen csatlakozunk, mert hisszük és valljuk azt, hogy egy iskolán belül a tanítási órákat érdemes föllazítani kisebb, nagyobb rendhagyó megmozdulásokkal, mert a gyerekek ezért hálásak tudnak lenni. A mai napon ugye a himnusz szavaltuk el, ugye január 22-én van a Magyar Kultúra Napja, de az pont vasárnap, ezért 20-ára hoztuk ezt előre, és a nyíracsádi Szent Piroska görögkatolikus általános iskola felhívásához csatlakoztunk. Az ő felmérésük szerint 20 000 gyermek szavalta el ebben az időpontban Magyarországon a himnuszt közösen, ezzel megemlékezve ugye Kölcsey munkásságáról, illetve hát nemzeti himnuszunkról, amely különböző alkalmakkor fölcsendül, és szégyen nem szégyen, az első szakasznál tovább nem nagyon jutnak azért az átlag magyar állampolgárok, és ezért próbáljuk egy picit a gyerekeket így jobban bevonni ezekhez hasonló akciókba. Az iskola pedagógusai törekednek arra, hogy a Magyar Kultúra Napja a tanórákon is megjelenjen, a diákokat számos módon igyekeznek megmozgatni a téma kapcsán. Mi gimnázium magyar tanárai ezekre különleges hangsúlyt fektetnek, és akár projektmunkákban, akár megemlékezésekben, akár közös megmozdulásokban, igen, mi megemlékezünk a Magyar Kultúra Napjáról. Nagyon nagy szerencsém van, mert azt mondhatom, hogy ők kivételesen aktívak, a mi gyerekeink nagyon szeretnek ilyen kezdeményezésekben és ilyen megmozdulásokban részt venni. Nagyon sokszor ők maguk ajánlkoznak erre, és azért jó azt látni, hogy van erre igény, mert akkor tulajdonképpen magunk felé is igazoljuk azt, hogy valahol jól végeztük a munkánkat. Az iskola aulája megtelt a gimnázium diákjaival, akik egyszerre szavalták el az ország számos iskolájának nebulójával együtt a Kölcsey által 1823. január 22-én letisztázott himnuszt. Azt gondolom, hogy azért fontos művelni a kultúránkat, mert ezzel is mutatjuk ugye a nemzeti hovatartozásunkat, és hát azért fontos szerintem a fiataloknak ezt tudni, mert ezzel is ugye hozzáteszünk a fejlődésünkhöz, meg a hát igazából a jövőhöz. Nagyon örülök, hogy az iskola szervez ilyen rendezvényeket, mert szerintem hozzátesz. Balsors, akit régen tép, hozzá